Sziasztok, én Horváth András, és itt vagyunk Münchenben egy nagyon különleges autóval, amerikai gyártó, és végre van poltjuk itt Münchennek a sétáló utcájában, olyan, mint a Vác utca, és itt van mellette. Sajnos csak egy iPhone-nal tudjuk felvenni, mert nincsen itt a nagy Sony cucc, meg itt nem is nagyon lehetne forgatni, de azért megkértük, hogy az iPhone-nal forgathassunk egy ilyen bemutató külső-belső videót, mert ez egy baromi érdekes autó, kimondottan a Tesla ellenfeleként készült, de sok mindenben jobb, mint a Tesla, prémiumabb, van most már olyan is, ami jobban gyorsul, mint a Plaid Tesla, és egyébként egy saját csomó innovációval is készült a Lucid, például Wunderbox-nak hívják az invertert, ugye G? Wunderbox, és azért, mert hogy egy német csávó fejlesztette ki, és oda-vissza töltésre is képes, ami a nagy érdekesség, hogy ez az autó, ez 900 voltos technológiára épül, és 112 kWh akkumulátor van benne, 800 km-es VLTP hatótávval. Egy pici hiba van vele, hogy 100-200 ezer euróba kerül. Na nézzük körbe. Én rosszabbra számítottam, amerikai autó, meg persze prémium, meg nagyon drága, és akkor biztos nem lesz olyan jó, mert hogy hát ugye nem akarok márkákat említeni, de hogy azért valljuk be, hogy nem tudják azt, mint a németek, ha már itt vagyunk München szívében. De ez az autó, annak ellenére, hogy ez egy prototípus, egészen jól össze van rakva. Megnéztem közelről, és nagyon rendben van. Persze nyilván lehet, hogy megcsinálták ide bemutató autónak kicsit jobbra, mint amilyen, de én nem hallottam olyan nagy panaszkodásokat az eddigi Lucid vásárlóktól, hogy a minőséggel gond lenne. Gyönyörű szép, fénykartszerű orrot csináltak neki, világító Lucid logó, szerintem rohadtul menő az egész. Itt a csomagtartó, az 200 liter, több mint 200 literes csomagtartója van, és ezek a kis légbeömlő nyílások, ezek itt real, tehát itt át lehet küldeni a levegőt szépen, meg itt is át lehet küldeni a levegőt, és a légállási együtthatója mindössze 0,207, tehát gyakorlatilag ugyanaz, mint a Tesla Model S Plaidnek, ami ugye az egyik legjobb, sőt, hát igazából a Mercedes EQS, meg a Lucid, illetve a Tesla az, ami egy szinten van, a 0,20 az nagyon-nagyon jó, maradjunk ennyibe, tehát nagyon kicsi a légállási együtthatója, ennek megfelelően a VLTP hatótáv, ez több mint 800 km, és azt mondja a Lucid, hogy 15%-kal magasabb a hatékonysága ennek az autónak, mint mondjuk a Teslának. Baromi jól néz ki egyébként, nekem nagyon tetszenek ezek a pici, apró részletek, hogy ezt igazából megcsináltak volna, hogy nem teszik ide, de megcsinálták, meg van szépen rajzolva, dizájnolva, gyönyörű szép. Nagyon szép, itt van a radar, ezt érdemes megnézni, mert hogy az önvezetéshez a Lucid lidart is használ, úgyhogy ide beleintegrálták szépen a radarokat, és itt is gyönyörű légterelő. Ez a fókszemszerű lámpa nekem nagyon-nagyon bejön. Volt már ilyen más autó, mert 1, 2, 3, 4, 5 fókszem van, összesen 10 fókszem világít előre, és egy nagyon-nagyon keskeny csík. Imádom az ilyen nagyon minimál, nagyon keskeny megoldásokat, hogy nagyon bátor, hogy nem egy ekkora fényszóró van itt, hanem egy ilyen szép, keskeny valami, nagyon tetszik. Szimpla szedán forma, mégis a Lucid meg tudta valahogy úgy dizájnolni az egészet, hogyha menne az úton, akkor egy kiszúrnám, azonnal felfigyelnék rám, mert hogy olyanok az arányai, meg olyan a formája ezekkel a keskeny ablakokkal, a szép küszöbbel, a szép felnékkel, meg ezekkel a kis bemélyedésekkel a motorháztetőt, nagyon tetszik, mert kiszúrtam, hogy itt is van egy kamera, meg itt is van egy kamera, 14 kamera van összesen az autóban. Level 5 majd egyszer valamikor lesz, de legalább nem mondják azt, hogy holnap lesz, meg holnap után, hanem majd valamikor, kb. Ugyanakkor, mint a Model S, 4900 valamennyi milliméter, 4950 milliméter, egy jó hosszú autó, viszont az érdekesség, hogy szerintem igazából hátuk kezdődne. Itt találtam az egyetlen ilyen pici hibát, amire azt mondom, hogy mintha beférne a fél ujjam, és nem biztos, hogy így kéne, hogy legyen, de prototípus autó, úgyhogy ne kukacoskodjunk szerintem, mert itt van ez a hátsó fényhíd, ami annyira brutálisan jól néz ki, hogy hát Porsche Taycan jut eszembe róla, Audi e-tron GT, RS, ha már azzal jöttem, de ez nagyon-nagyon-nagyon menő szerintem. Nézzünk csak, tehát hogy gyere közel, nézz, annyira durván néz ki, mennyire király. A csomagtartó 630 literes, ami elég nagy, sőt, hatalmasnak mondható. Az egyetlen pici baj van vele, hogy ugye nem az üveggel együtt nyílik, mint például a Teslában, és ezért, ha valami nagy doboz szeretnénk berakni, akkor nem tudjuk. Tehát, hogy itt csomó hely van, tehát tényleg, hogyha
liter tejeket akarunk belerakni, akkor teleszórhatjuk, de ez az egy hátránya van talán ennek az autónak, ami igazán nagy hátránynak róható föl, hogy nem a hátsó szélvedővel együtt nyílik, viszont emiatt elvileg nagyobb belül a fejtér, úgyhogy hát kompromisszum. Töltőnyílás, inspiráció a Taycan-tól, meg az Airtron GT-től. Motorosan nyílik, amerikai szabvány szerint a csatlakozó van benne, nyilván ez egy prototípus autó, még nem az európai modell. És itt alul megnyomjuk, akkor visszacsukódik, nagyon kellemes, nagyon-nagyon szexi. Szerintem egyébként a belső tér ennek az autónak az igazi erőssége, mert hogy itt olyan megoldások vannak, amiket már láttunk például a Model X-ben, ez a panorámatető, de eszméletlenül jól néz ki ezzel a fénycsíkkal, amit lehet állítani, tehát hogyha akarom, akkor így fölhúzom, és világít, mint az állat, eszméletlenül jól néz ki. Igaz, hogy osztott a panorámatető, de semmit nem veszel az értékéből, mert gyönyörű szépen néz ki az egész. Maga a beltér, az mondhatni, hogy nem is csak prémium, hanem tényleg luxus. Például, ami elsőnek feltűnik, itt a kormányon, ezek a gombok, ezek olyan, mint a Bang & Olufsennek a dizájnja. Talán egy picit lötyögősebb, de hogy érintésre abszolút olyan érzés. Itt is ez a hangerőgomb például, gyönyörű szép, és hogy riceg az ujjam alatt, én ezeket szeretem. Alcantara, egy 42 incses, ha jól emlékszem, 42 hüvelykes, hatalmas panoráma kijelző, ami Porsche Taycanra hajaz, de nagyobb annál. Ez eszméletlenül jól néz ki, nem G? Tehát ez brutális. És 5K. Ez nagyon-nagyon tetszik, mutatom a még durvábbat. Hello me! Ide tehetünk praktikusan dolgokat, amiket el akarunk rejteni az avatatlan szemek elől. Például egy kilófüvet betettünk oda, és lezárjuk a kijelzővel, és eltűnik. Azért ezek eléggé olyan megoldások, amiket nem sok autóban látni, egy csomó tárolórekesz van, ide betehetjük a telefonunkat tölteni, van egy könyöktámasz, itt is rekesz, nagyon praktikus az egész, de legfőképpen azt tetszik benne, hogy fa, szövet, itt is szövet, Tesla módjára kijelzőről jelenthetünk mindent. Nagyon kellemes kormány, ez a szép kis chrome lucid felirat, egy kicsit sok nekem, de igazából szép, tehát hogy elfér. Vannak fizikai gombok, nem kell feltétlenül beleturkálnom itt a kijelzőn, hogy ventilátor, és akkor itt nyomkodni a fokot, hanem itt egyből tudjuk nyomkodni. Ez szerintem hasznos minden autóban, vezetés közben, főleg mondjuk 200-nál vagy 150-nél, nem akarom itt így silabizálni a kijelzőt, úgyhogy én is egyre inkább amellett vagyok, hogy a legszükségesebb dolgokat elérhessük, és ebben ez megvan. Az ajtópanel hatalmas. Gyönyörű minimál felület, szövetekkel, nagyon kellemes a fogása mindennek, hogy masszívan össze van rakva. Tehát, hogy nagyon szépen meg van csinálva, és tényleg nagyon prémium anyagok vannak, mondjuk 100-200 ezer euró az ára, tehát 100-tól 200 ezer euróig megy az autó, ami 40 milliótól 80 millió forintot jelent. Ja, mondjuk a Pled is ennyibe kerül, az is 58 millió forint, akkor nem is annyira drága az alapmodell. Szóval nagyon kellemes, mutatok még ilyen érdekességet, hogy itt a szoftverek összefüggenek, például, hogyha ezt a cuccot akarom, akkor lehúzhatom ide, láttátok? És hogy itt feltolom, akkor ott fölmegy, vagy mondjuk a zene, itt a zene, ott van, leraktam, ez mennyire király már, mennyire jó, rohadt jól meg van ezt csinálva. És nyilván van benne Tesla nyúlás, de alapvetően szépen meg van csinálva, lehetne gyorsabb egyébként, vannak akadozások, itt azért, amíg tesztelgettem, azért így láttam, hogy hát azért miért van mit fejleszteni, viszont szeretném megmutatni nektek a világ legszebb töltő ikonját vagy grafikáját. Eszméletlenül jól néz ki, tehát szinte érzem, hogy mennek bele az elektronok az autóba. Nagyon-nagyon durva. Van masszázs a székekben, tehát minden földi jóval meg van áldva ez az autó, ami feltűnik, hogy a padló az elég magasan van, viszont az ülések, tehát maga az üléspozíció, ez baromi jó, nagyon kényelmes, meg jók az ülések egyébként, van oldaltartása, szép, nagyon szép az egész. Kéne, abszolút, tehát hogy meglepő, én rosszabbat vártam, tehát hogy amerikai autó, ugye hát az egy ilyen amerikai, nem lesz jó, és az a helyzet, hogy ez az autó, ez jó, nézzük meg hátul. Na hát akkor a szokásos problémába belefutunk, mégpedig abba, hogy magas a padló, mert rengeteg akkumulátor van az autóban, és hát ugye szedán, azért úgy ülök, mint egy kakasülőn, de egyébként kényelmes, tehát hogy így elterpeszkedek,
mekkora hely van a lábamnál, úristen, mekkora. Na ezért nem lehet kinyitni a üveggel együtt a csomagtartót, mert hogy itt még hát azért 190 magas ember az már necces, de azért van fejtér is, és hatalmas láttér van. Tehát, hogyha kinyújtom a lábam, mondjuk nem tudom betenni az ülés alá, de itt azért így, az ilyen főnöki, nem? Tehát ezt figyeljétek. Na ez olyan igazi amerikai, tehát hogy a hatalmas és hogy a egy literes pohár beleférjen. Itt is nagyon kényelmesek az ülések. Nagyon rendben van az egész. Az egy dolog, hogy jól néz ki az autó kívül belül, mert tényleg nagyon jól néz ki. Ezért a Lucid talál ki újdonságot is, tehát nem csak így építünk egy autót, beviszünk valamilyen villanymotort, és van lesz. Csináltak például, itt van az első villanymotor, ami 640 lóerő, brutálisan erős, és mindössze 75 kg. Épp most láttuk a Gáborról a Porsche Taycannak a szétszedett villanymotorját, ami jó másfélszerese ennek. Például a Teslában 120 kg a motor, ez meg csak 75 kg. A Lucid saját maga fejleszti az akkumulátorokat is, az egész hűtést meg minden, és a 112 kWh akkumulátor egy ekkora autóban, azért ez teljesen rendben van, abszolút Model S plednél nagyobb aksi van benne, illetve hát itt van ez a Wunderbox, Wunderschön Wunderbox, amit egy német csávó talált ki, és ez is nagyon kicsi, nagyon könnyű, nagyon szofisztikált az egész, és 900 voltos a rendszer. És a 900 voltos rendszer az azért jó, mert nem melegszik annyira, mint még a 300-400 voltos akkumulátorok, meg rendszerek, lehet nagyon gyorsan tölteni, kapaszkodjatok meg 300 kW. Ez most a világon a leggyorsabban töltő elektromos autó. Amivel jöttem, ugye nemrég az Audi e-tron GT, 270 kW a maximális teljesítmény, inkább 250-eket értem el most hidegben, ez elvileg 300 kW-os töltésre képes, az azt jelenti, hogy 20 perc, 20-25 perc alatt fel tudjuk lökni ezt a 112 kW-os aksit 80%-ra, ez eszméletlenül brutális. Szóval ez, amit én itt látok, ez nagyon-nagyon meggyőző. Nagyon elvinném egy körre, mert nagyon kíváncsi lennék, és azt még nem is mondtam, hogy lesz belőle a Zafir nevezetű, ami már ott van a tesztpályákon, és jobban megy, mint a Pled, három villanymotoros, szörnyeteg, semmi értelme nyilván, de hát az ilyen gigeknek a fantáziát azért megmozgatja a 2 másodperc alatt a gyorsulás, szóval egyelőre csak azok tudják elvinni tesztkörre az autót, akik előfizetnek rá, azt hiszem 1000 euróba kerül egyébként, nem olyan vészes, tehát nyilván a megrendelőket szolgálják ki először, és így nem az ilyen kis hülye youtubereket, mint amilyen én vagyok. Én nagyon örülök neki, hogy eljutottam ide, és sikerült végre megnéznem élőben is a Lucid Air-t. Nagyon köszi a Tiszta Energiáknak, Reghoz Értenek, Superszokonnak, Smart Disconnak, Marvi Fülösszabáknak, Skyfall autóforjázásnak, és nektek is, hogyha dobtok egy lájkot és feliratkoztok a csatornámra, ez volt a Lucid Air. Töltőikon. Zseni. A Navit is valahogy le lehet küldeni ide. Igen, nem. Ezt nem akarom. Ó, nem. Nem tudom, de hogy itt leküldtem a Navit. Ott van. Ennyi. Nagyon jó. Várjál már, hogy szedjem össze, hogy mit akarok mondani. Jó. Várunk. Ez most nem megy. De nem tölt. Ah. Majd levágó képezem. Nézzük, hogy milyen a hang, amikor éppen nem szól a zene, azt is le kéne kapcsoltatni, hogy ne tiltsa le a YouTube. Töltőcsatlakozó nyílás. Hoppá! Nem CCS2 van benne, hanem amerikai szabvány, prototípus autó, úgyhogy meglököm. Szépen visszahúzza. Azért az elég menő. Melyik oldalát kell megnyomni? Bal fölül. Akkor középen. Itt. Jó. Ezt még egyszer.